Sziasztok! Most a Ballett Investor nevezeti oldalt szeretném bemutatni. Itt előrejelzések vannak, itt írja is, hogy ár előrejelzés hosszú és rövid távú előrejelzések. Naponta frissül a legfrissebb bitcoinok és az altcoinokról. Hát most előre, ha úgy megnézzük, én majd lejjebb néztem, hát mindegyik felé megy. De a 3 hónapos előrejelzés itt a Bitcoinnál már 77, 6 hónapnál már 111, 1 év alatt 191, és az 5 éves előrejelzés már 822%-os emelkedést mutat. Aránylag be szokott jönni ez az oldal, így én most megpróbálok beregisztrálni hozzájuk. Hát, ha sikerül élőben. Kikapcsolom az eredeti megjelenítést, és akkor hát ha könnyebben megy. Szokás szerint kell tehát, de azért alakul. Jó, bejutottam az oldalra, beírom az e-mail címemet. Természetesen nem úgy írt, ahogy én akartam. Kezdjük előre. Mindent, akkor egy jó erős avatart most nem keresek hozzá, azt mondja, hogy T-E-T-U-M-S-B. És regisztrál. Kaptam egy értesítést, hogy verifikáljam az e-mail címemet, tehát most oda belépem és rákattintok erre a hosszú linket.
Ezzel verifikálom magamat. Természetesen megint kisebb hosszabb, kicsit hosszabb ideig tart, de hát ráírja, hogy konfirmed. Jó, látok, be is vagyok, és akkor írja, hogy most már login hír. Jó. Még mindig teker, teker, teker. Azért alakul a dolog. Hú, megvan. Login már megyünk is befelé. Mindjárt akkor bele is lépünk. Jó. E-mail vagy username. És be is lépünk. Be tudom menni, mert megváltozott a szín. Akkor próbáljuk meg a másikat. Nem mindig egy eljátsza egyébként, pedig tudom, hogy így írtam be. Na, közben nem így csinál valamit. Jó, hát akkor bejutottunk egy blogra, ahol naponta ír dolgokat. Várjál, most megpróbálom átállítani magyarra. Hát, ha sikerül. Na, minden esetre itt lehet érdeklődni a befektetendő valuták iránt, kriptovaluták iránt. Hosszú távon, de egyikre igencsak
zöldek, igencsak zöld előjeleket jósolt, nem tudom, hogy mostan a blogba bejutottam, akkor de miért nem jutom be. Még egyszer beírom, akkor a e-mailt. Miért nem? Na, oké. Akkor most nézzük, hogy be tudok-e jutni. Na, most már lejutok, mert már a kriptok. Nál vagyok, igen, így van, és akkor most itt lehet körbe méregetni, hogy melyik milyen. Tehát itt azt mondja, hogy egy 24 órás előjel, és itt jelzi, hogy fölfele vagy lefelé ment, 7 napos előrejelzés, és akkor itt lehet méregetni, hogy melyiket érdemes megcélozni. Melyik azok, akiket az ember úgy érzi, hogy érdemes már befektetni egy kis pénzecskét. Hát nem sokat, de valami. Na, hát elnézést, hogy eddig tartok ez a videó is. Nem profitnak készül, hanem olyan embereknek, mint nekem, akik összes hibát, amit lehet, el tud kötni, de ki is türelemmel meg is tudja valósítani azt, amit akar. Sziasztok, további szép napot!